Kollégiumunk és második otthonunk a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma már hosszú évek óta ökoiskolaként működik. 2016-ban környezetudatos életünk, programjaink és tevékenységeink eredményekért elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Büszkék vagyunk erre a legújabb elismerésre, és mindent elkövetünk, hogy hétköznapjainkban rászolgáljunk a megtisztelő címre. A szelektív hulladékgyűjtés a környezetünk rendjére és tisztaságára figyelmet fordító magatartás mellett intézményünkben kiemelt szerepet játszik az energiatakarékosság. A tanáriban, a folyosókon és a közös helyiségekben, mint például tanuló, konyha, mosóvasaló, WC és zuhanyzó. Egyaránt energiatakarékos égőket és csöveket használnak, ezért az újonnan beköltöző kollégistáknak mindig elmagyarázzuk, miért nem kell, sőt nem szabad ezekben a helyiségekben minden használatnál föl lekapcsolni a villanyt. Este 21:30-kor a naposok gondoskodnak róla, hogy az jó a konyhában. A mosóvasaló helyiségben. És a zuhanyzóban a villanyokat leoltják, az ajtót bezárják, ezzel is kordában tudjuk tartani az éjszakában nyúló lámpa égetést. A folyosókon az ügyeletes tanárnő kapcsolja le a villanyt este 22 órakor. Energiaőrjárataink heti rendszerességgel ellenőrzik a szobákban az észszerű víz- és villanyhasználatot. Ilyenkor a csöpögőcsapokat elzárják, ha nem lehet, ezt jelentik a karbantartók felé. A feleslegesen égő villanyt lekapcsolják, amennyiben szemmel láthatóan tartósan nem lesz rá szükség, hiszen energiatakarékos égőket használunk. Arra is felhívjuk a lányok figyelmét, hogy amíg elég világos van, ne kapcsolják fel a villanyt, takarékossági és a szem egészségének szempontjából előnyösebb megoldás a természetes fénynél történő olvasás, tanulás. Szia! Már megint behúztad a függönyt. Amíg elég világos van a lakás, nem kell felkapcsolni a lámpát. Amúgy is nagyon ártalmas a szemeidnek. A kiégett égőket a karbantartók távolítják el és juttatják el a megfelelő szelektív gyűjtőbe.